Kedves barátaim, tényleg nagy öröm számomra, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye tudni kell, hogy a csapat, aki jelen van, annak egy része maga is volt ösztöndíjas ebbe a kőszegi helyzetben, és ugye azt is látni kell, hogy hogy vagyunk néhányan, akik most kerül sor. És hát azt vállaltuk egy kicsit, hogy azt a rengeteg mindent, amit ugye ebben a szakmában össze lehet tartani, próbáljuk picit integrálni, és ilyen, ha úgy tetszik a művelt francia szóval, hogy ilyen policy recommendation-eket csinálni belőle, tehát hogy mik lennének azok, amiket javasolnánk. De annak idején, amit a Marcsi most mutatott, az ugye arról szólt, hogy az átmenetnek egy vezérfonál. Nyilvánvaló sajnos, hogyha valaki beleolvas most, akkor látja, hogy szeretünk volna elérni bizonyos dolgokat, amiket nem sikerült elérni, a jelenlegivel sem lesz másként. És ugye bevallom őszintén, hogy azért érdekes ez a dolog, mert itt összejött néhány ilyen természettudós, meg hát közgazdász, meg társadalomtudós, politológus, és nagyon érdekes, hogy mindenki foglalkozik a fenntarthatósággal. Csatlakozik fog hozzám később például a Csernői professzor úr, aki egy fizikus, ugye, és többek között részt vett a Paksnak a tervezésében, vagy ugye a Szőlősi nagyadások is, amit nem csatlakozik hozzám, de ugye ő is jól ismert személyiség, és többen vagyunk itt, akik ugye ismerjük egymást nagyjából onnan, hogy itt tiltakoztunk a gát ellen. Most vannak olyanok, akik jelenleg éppen itt azzal töltik az idejüket, ahelyett, hogy élveznénk az életet, hogy tiltakozni akarnak az olimpia ellen. Tehát ez egy ilyen tiltakozó társaság. Na, én azt gondolom, hogy elég jó barátság vagyunk, és amit én szeretnék, az, hogy hát ilyen tabuk nélkül, tehát azt mondtam, hogy integrálni szeretnénk azokat, amik kutatási eredményeket, amiket ugye elkövetünk. És ugye újabb mániám, hogy nem szeretnénk konszenzust ezekben az ügyekben, mert ugye ez a konszenzus, ez ilyen diplomatáknak a kenyere, és a vége az, hogy a rengeteg papír van, amit kiadnak, és a végén nincs benne semmi, aminek értelme lenne. Ugye olyan mértékben kiszednek belőle mindent, amin érdemes lenne vitatkozni, gondolkodni, ugye, hogy ott marad üresen néhány ilyen alap dolog, hát mint tudom, hogy valószínűleg elítéljük a gyerekmunkát, valószínűleg nem rendes dolog pedofilnak lenni, és aztán körülbelül itt megállt a tudomány, mert a többiben már nem érthetett senki. Tehát én azt szeretném, ugye, hogyha egy olyan paper lenne ebből a végén, ami ugye ilyen tabukat döntöget, és most ehhez próbálok ugye ilyen bevezetőbe magam is néhány érzékeny képést fölvenni, amivel ugye még egyszer mondanám, hogy nem szeretném, hogyha konszenzusra jutnánk, tehát nem akarok konszenzusra jutni. Sőt, szeretném, ha nem jutnánk egyetértésre, mert amikor egyetértésre jutottunk, akkor ez a világ vége. A fejlődés azt jelenti, hogy vitatkozunk bizonyos dolgon, tehát senki ne lepődjön meg, de mindenki feltételezze a másikról a jó szándékot, meg a jó indulatot. Ugye, tehát jó lenne, ha nem akarnánk kitalálni, hogy mit gondolt. Ugye állítólag a Jókai mondott egy ilyet, hogy gondolta, vagy a Arany János gondolta a fene, de állítólag nem mondta ez, de én mondom, ugye, hogy gondolta a fene. Tehát én nem gondolok más, mint amit kimondok, ugye, tehát teljesen nyilvánvaló. Jó lehet, hogy nem azon filozza valaki, mit is gondolhatok. Én meg fogom mondani egyenesen, amit gondolok, néhány dologról. Annyira nem konszenzus, hogy nem is fogunk hozzászólni, de a 20 perc az bruttó vagy nettó? Hát az a baj, hogy holnap fogunk vitatkozni. Tehát holnap lesz egy dolog, amikor vitatkozunk, most elmondjuk. De nyugodtan meg lehet állítani, ez egy kedves baráti társaság. Nekem tényleg nagyon közel áll itt a szívemhez egy csomó ember, az idő már elment, hogyha Na, de mindenki tudja, hogy innen indultunk, és ez csak azért mutatom, hogy mindenki látta már. És sokan vannak itt, akik annak idején ott voltak, kérem szépen írtuk azt a grupintet, utána 94-ben szegény Pirsz meg élt, 94-ben összefoglalta ezt a történetet, és csak azért vettem ki, mert ugye arra kellemetlen, hogy kérem szépen ezen a
flipcharton a PIRSZ leírta, hogy mi a környezetgazdaságtan és az egész miskulancia, és nagyon rossz hírem egyébként, hogy minden rajta van, amiről ma itt még valaki beszélni fog, körülbelül, ugye? Tehát rajta van az első, ez a körgazdaság, azóta már rengeteg néven nevezték, ugye reciklálástól kezdve hulladékgazdákkal, mindenről beszéltek. A második, ugye ez a szétválik a növekedés, meg a környezetterhelés, ugye? A harmadik ábra meg arról szól, hogy hogyan változik meg a gazdaság szerkezete, és hogyan lesz ugye szolgáltatás gazdaság domináns a világba, ami nem annyira környezetterhelő. És ebben a tragédia, hogy 94, a negyed százada el tudta mondani mindezeket a PIRSZ, azóta egyébként ugye mindenki nagy tudományokat lehet írni, elnökök, államelnökök, mindenféle emberek ugye mondják a tutit, nem ilyen haladtuk meg ezt a történetet, amiben ő ezt összefoglalta. Persze cizelláljuk meg, mondunk róla mindenféle szépeket. És ugye látjuk, hogy sajnos én úgy érzékelem, hogy vannak, úgy hívjuk őket, hogy fejlődési lépcsők, ugye, és én meg úgy hívom őket újabban, hogy ezek gumicsontok. Ugye minden 5 évben van valami gumicsont, amit rágunk, frankon mindent elmondunk róla, azt hiszük, hogy és milyen jót teszünk, és a vége az egyébként, hogy valahogy a világ halad valamelyre, nem arra vele kellene. Ugye? Tehát végig mindenki tudja, mik ezek ugye a hulladékcsökkentés, szennyezés, megelőzés, tisztább termelés, ökohatékonyság, a fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás, átbillenési pont, ugye, bolygónk határai, boldogság, közösségi gazdaság, körülbelül mindenki tudja, mit jelent, nem akarom terhelni le azt, aki ugye ismeri, de ezek valami miatt ugye mindig örülünk neki, hogy felfedeztünk valami új gumicsontot, mindenféléket írunk róla, mainstream-mé válik, kezdetben mindenki utálja, aztán meg mindenki rájön, hogy ezzel egyet lehet érteni, mert mit nem igényel, nem igényli, hogy nagyon sokat változtassunk. Ugye lehet folytatni a dolgokat, ahogy eddig tettük, csak egy kicsit más lesz a fókusz. Ugye nem a GDP-t számoljuk, hanem vannak mindenféle mutatók, megér belőle ugye a ENSZ-ben néhány száz szakértő, a világban Nobel-díjasok kapnak megbízásokat, cizellálják a történetet, de ugye és azt is látjuk egyébként, hogy aztán írnak egy valamit, és aztán elkezdenek töprengedni, ami a meglepő, hogy ahogy mennek előre, ugye 2015-ben a klíma már nem piros, pedig ugye, ha belegondolunk, hogy állandóan mindenki azzal foglalkozik, hogy a klíma nem piros, ugye a diverzitás az igen, a foszfor meg a nitrogén az nagyon piros, és aztán van egy csomó, ahol tulajdonképpen mi jól el vagyunk. Tehát látszik egyébként, ugye, hogy erről is jól el lehet beszélgetni, hogy most vajon ugye van világvége, vagy nincs, az szerint, hogy kinek milyen a előképzettsége, vagy mivel akar foglalkozni. Éppen mondtam, hogy az akadémián voltam a legutóbb egy konferencián, ahol valaki azzal foglalkozott, hogy egy legelőbb ugye a vizelet tócsák ammónia kibocsátása az klímaváltozás hatására fokozódik, vagy nem fokozódik. Marha jó téma, lehet belőle szerezni a PhD-t, sőt, akadémiai doktori értekezést lehet írni. Roppant fontosak ezek a dolgok, és akkor ugye eljutunk odáig, hogy tulajdonképpen az ENSZ időnként összeül és megfogalmaz célokat, rendszerint 10-et szoktak, most már 17-nél tartunk, és itt egy picit ugye lehadlóznék, hogy kettővel egy picit próbálnék részletesebben foglalkozni, mert találtam benne valami olyat, amit korábban nem hallottam, ugye? Tehát nem, de lehet, hogy rosszul értem. És az egyik, ez a nyolcadik, ugye azt mondja, hogy a tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés elősegítése teljes és termelékeny foglalkoztatottság és tisztességes munka biztosítás mindenki számára. Ugye ezek a konszenzus, ebben a konszenzus. Aki azt mondja, hogy nem kell mindenkinek munkát adni, ki az, aki nem tisztességes munkát akar adni, hagyd ne sorolni. De mit jelent a termelékeny munkát adni? A növekedésben nem biztosít konszenzus. Ja, hát igen, de az ENSZ-ben konszenzus van, ugye majd a növekedésre még visszatérünk. Az ENSZ-ben ugye konszenzus van, ebben meg tudtak egyezni a fiúk. És nagyon érdekes egyébként, hogy szerintem alig tűnik föl valakinek, de van benne
8-5-ös pontba azonos értékű munkáért azonos összegű bérezés biztosítása. Ugye, most ez marha érdekes, mert ez ezt fogalmazzák meg, akkor ugye ez meg lehet, hogy azt jelenti, hogy mondjuk a Norvégiában dolgozik valaki, és egy sima, egy fordított berak 6 csavart a porszívóba, vagy Bangladesbe rakja be a 6 csavart a porszívóba, az lehet, hogy ugyanannyi munkát jelent. Ugye, jelenleg a különbség az olyan 100-szoros. Ugye, tehát a 6 csavart berakják Bangladesbe, az ugye századát éri, mint ha Norvégiában raknák be, vagy mint tudom én, 50-edét, mint hogyha Magyarországon raknák be. És ugye a másik, ami ugye mondtátok, hogy nincsen feltétlenül növekedésben, legkevesebb 7%-os növekedés. Ugye, tehát valami döbbenetes ugye, számokat mondanak, megjelenik a 17 ugye, fejlesztési célban, és ez az azonos bérezés, ugye ez egy nagyon izgalmas történet, mert eddig erről nem beszéltünk. Ugye ez annyit jelentene egyébként, hogy a jövedelmek egyenletesebb elosztását. De nagyon érdekes egyébként, hogy nem beszélünk, ugye magyarul lefordították, nyilván lefordították volna azt is, hogy egyenletesebb jövedelmi osztás, de ezt nem akarnak, tehát ezt nem merték kijelenteni. De azt mondják, hogy tisztességes béreket azonos munkáért azonos bért kellene adni. Na most valószínűleg, aki a nőmozgalomban foglalkozik, az azt mondja, hogy a nők kapjanak ugyanannyi bért, mint a férfiak, aki a gyerekmunkával foglalkozik, az azt mondja, hogy gyerekeket nem szabad kizsákmányolni. Aki a globális gazdasággal foglalkozik, az lehet, hogy arról beszél, hogy lehet, hogy Bangladesben meg Norvégiában, és akkor ugye ezt a vírcsaptot, amit globalizációnak hívnak, ezt akkor egészen újra kellene értelmezni. De nem biztos, hogy így van, mert ugye ez azt jelenti, hogy létre kellene hozni egy intézményrendszert, mint ahogy a gazdaságnak működik egy globális intézményrendszer, ami védi tulajdonképpen a magántulajdon, a befektetéseket, stb. Létre kéne hozni egy intézményrendszert, ami mondjuk védi azt a munkaerőt, amelyet a szakszervezet sem tudja védeni, mert ugye amikor 3 milliárd ember áll sorra munkáért, akkor ezt nem hívják munkaerőpiacnak, normális körülmények között leszámítva, hogyha egy globális világgazdaságban működünk. Na, és ugye vannak persze a 21. századi eszmék, ugye a demokrácia, ez persze egy nagyon régi eszme, egy Montesquieu nevű úr filozófus mondta, egy francia filozófus, a tiketté is francia. Demokrácia, amikor a gazdagság nem túl egyenlőtlenül elosztva a társadalom tagjai között. Nem tudom, észrevettük-e, ugye nem arról szól történet, hogy a szólásszabadság a demokrácia. Ugye nem a szólásszabadság a demokrácia. Hát ha valakinek nem jut hozzá a javakhoz, akkor hiába akar dumálni, mert annak nem sok értelme van. A javak nem túl egyenlőtlenül elosztálnak. Van egy bizalmi válság, ugye, és van egy nagyon érdekes dolog, amit megint kezdünk fedezni, a szitoszkinak, hogy az unalom ugye vezet a vandalizmushoz. A migráció kapcsán, ugye itt mindenki látja ezt a jelenséget, kérdez szépen 1-2 évig bírálják el ugye egy migránsnak a papírjait, és addig arra van károsztatva, hogy lakjon egy valahol lehet, hogy lődörökhet, de csak lődörökhez. Munkát nem vállalhat, ugye? Tehát unalomra van, és az unatkozó ember az vandál. Ez teljesen evidens. Mondjuk, ha valaki kimegy a közgáz elé a térre, akkor látja, hogy a gördeszkás srácok ilyen is elpusztítást voltak képesek néhány hónap alatt végezni. És van egy dolog, amiről majd még lesz szó, ugye vannak a felforgatók, ugye, akik ugye újrafogalmazzák az üzlet szabályait. Egészen más elvek mentén, másfajta módon akarnak üzletet csinálni, mint a részvénytársaságok tettek. Ugye, és vannak érdekes dolgok, tehát hogy vannak, akinek nem jutott az agyáig, hogy valamit változtatni kellene. Hát igaz, hogy a Bernie Sandersből még ugye elnökjelölt sem lett, valószínűleg, ha lett volna, akkor megválasztották volna, de ő olyanokról dumál egyébként, ugye, amikről nem szabad beszélni. Konszenzus ebben nincsen, ugye. Meg kéne adóztatni a nagyvállalatokat, és nem szabad hagyni egyébként, hogy a nagyvállalatok fizessék a politikusokat, és ennek következtében a politikusok szolgálják nem a közjót, hanem szolgálják a nagyvállalatok ugye, érdekeit, a multinacionális cégek érdekeit. Hát nem lett a Sandersből amerikai elnök, most éppen ittatják valahol a másikat, de még ilyen is tudott tenni. De mikor ezt én felfedeztem, akkor még nem volt szó elnökjelölésről. És ugye vannak a világban, akik azt mondják, hogy egy ország úgy tud kitörni a pénzügyi függőségből, a saját kezébe veszi a pénz kibocsátását.
meg kell szabadulni a nemzetközi kontrollól. Vagyis azok a nemzetközi szervezetek, amelyek léteznek, és ugye védenek állítólag bennünket, kiket védenek, a befektetőket védenek, kik ellen védik, ugye megvédik, megvédenek magunk ellen magunkat, ugye olyan jó sikerül nekik, hogy bele roskadunk, aki a kamatos kamatszámítást ismeri. Hát írtunk egy könyvet, valakit, hát sajnos 6000 forintért lehet kapni, de én oldalom, esetleg ugye szabálytalan lenne, hogyha valakit érdekel a kézirat, egy példány, de senkinek el nem mondjátok. Na most a másik, ami negyedik célként meg van fogalmazva, egy nagyon érdekes dolog, ez a magas színvonalú befogadó és méltányos kutatás és az élethosszígtartó tanulás lehetőségek biztosítása mindenki számára, ugye a 17 célből ez a negyedik cél. Na most nagyon érdekes egyébként, hogy ezen belül ugye benne van, hogy olvasási, számolási készségek elsejtett elérése minden fiatal és a felnőtt férfiak és a nők jelentős hányad esetében, ugye nem merik vállalni. Tehát a funkcionális analfabéták egy része maradhat, mert mindenkinek mégse szabadna tudni írni, olvasni, számolni. És kérem szépen, hát ezt nem kellett volna egyben írni, mert ez a PISA felmérés, ugye magyarul nagyon jó hangzik, hogy nem olvassa senki, de ugye arra érdekes egyébként, hogy hogyan hoztuk össze azt, hogy zsebekhajtók vagyunk, és mi az oka, hogy ott válvetve ott vagyunk Szlovákiával. És hogy hallgatjuk a politikusokat, akkor mindenki dohája, hogy persze meg kell változtatni, nem elég teljesítmény, minden tanár rosszul tanít, stb. Stb. Hogy lehetett ezt összehozni? Ha megnézzük, ez a piros vonás csak azért van, mert kihagytam néhány országot, nem fér volna el egybe az egész. Tehát mi vagyunk a sereghajtó, az OECD, aki beszállt a buliba. Tehát ez nem azt jelenti egyébként, hogy a világ végén vagyunk, hanem a fejlett országok közül a végén vagyunk. Ugye itt van Magyarország, a klub ugye nagyon érdekes, Szlovákia van itt velünk, Görögország van itt velünk, Chile, az Egyesült Államok helyenként, ugye Mexikó, mit tudom én, Izrael, itt fölöttünk, vége az időmnek, de ez nem egészen igaz, mert 5 perc előre állítottam, de mindenre félszám. Tehát készíten, a lényeg egyébként, hogyha megnézzük a klub, nagyon érdekes, mert mit tudom én, de nem gondolnánk Izraelről például, hogy a sereghajtó közé tartozik, de oda tartozik. Nagyjából ugye a helyzet az, hogy mi lehet az oka. Tehát ha valaki megnézi, például Szlovákiában mernek ilyet csinálni, nálunk beszélni sem merünk róla, ott nagyjából sejtik, mert mutatják, hogy volt 80-as évek 200.000 roma, jelen pillanatban ugye azt prognosztizálják, hogy a 2014-ben 400.000 volt, meg a roma száma, 4-5 gyereket szülnek a nők is, és nincsen iskolai végzettségük, ha lenne, akkor 2 gyerekkel kevesebbet szülnének. A születéskor váltó átlagéletük 55 és 59 év. Tehát világosan az látszik, kérem szépen, hogy ez a fiatal srác, aki persze nem merik kinevezni még tanársegédnek se az egyetemen, hanem óraadó tanár jelen pillanatban, de ez a fiú erővetíti, hogy hogyan alakul a szenárió szerint. A lényeg az, hogy 4%-ból fölmegy 11-12%-ra a romáknak a részaránya. És ha nézzük a piramist, hogy néz ki a szlovákoké, ez a szlovákoké, így néz ki a romáké, tehát tulajdonképpen ez egy világosan látszik, hogy ez az arány ez egyre nőni fog Szlovákiában. Na, majd megnézzük Magyarországon is, ugye nagyon bonyolult módon meg lehet tudni, hogy hogyan néz ki a roma népesség szanaszét az országban, ugye a tanulók aránya, vannak olyan helyek, ahol 24-25%, de van olyan, ahol 32-34%, ugye különféle megyékben, sőt a fővárosban is létezik néhány olyan, 7. kerületben 23% ugye, százalék, ugye sőt a 8. kerületben 43%-a az iskoláskorú gyerekeknek roma tanuló. Most kérem szépen, ha a roma gyerekek ugye sajnos nem járnak iskolában, analfabéták 15 évesen bekerül a mintába, azt produkálják, hogy ugye rossz lesz a helyzet, de azért ugye látni kell, hogy a dolog súlyosabb, hogy világosan látszik egyébként, ugye, hogy azt szerint, hogy milyen a roma gyerekek aránya az iskolában, ugye a szövegértés az úgy romlik. De itt látunk egy másikat, hogy tulajdonképpen a probléma az, hogy a gazdagok elmennek azokból az iskolákból, ahol a roma gyerekek vannak. Az azt jelenti egyébként, hogy ugye a sokszorosan hátrányos helyzetűek nem csak romák, hanem magyarok is ugye nem értik a szöveget. Most kérem szépen,
ha mi 3 évenként csináljuk egy PISA felmérést, és 3 évenként 2-3%-kal nő ugye a népességen belül a romáknak a részaránya, mert ugye ők szaporodnak, a magyarok meg nem szaporodnak, mint ugye a szlovákok se, akkor a PISA felméréseken ugye világosan látszani fog, hogy ha nem vagyunk képesek ezzel a problémával megbirkózni, akkor a PISA felméréseknek az lesz az eredménye, mint ami. Tehát ha nézzük ugye, hogy, és valószínűleg Izrael esetében is az a baj, ugye, hogy van egy csomó palesztin, aki hasonló ugye, hátrányos helyzetben van, mint náluk, mondjuk a romák, és ezek más fajta módszereket, megoldásokat igényelnének, mint amikkel jelen pillanatban operálnak. Na, rengeteg szép dolgot mutathatnék, ezt majd valaki megnézi. És ugye ennek a blueprintnek mi lenne az értelme? Ugye az lenne az értelme, hogy a következő 50 év történései meghatározzák ugye azt, hogy mi fog történni a világban, tehát kellene velünk vele foglalkozni. Jelen pillanatban ugye a politikusok ég a ház, de a tudósok is, meg a politikusok is rendet akarnak csinálni. Nobel-díjasok dolgozhatják ki kéne szépen a különféle új mutatókat, mint a nem tudnák egyébként, ugye, hogy azért persze ez a fránya GDP-vel minden szoros korrelációt mutat. És ugye ez a bizonyos tömeges elszegényedés, ugye ez egy olyan probléma, hogy a helyi közösségek önrendelkezésének nincs esélye, és a helyi közösségek önrendelkezésének nélkül nincs fenntartható fejlődés. Ez is nyilvánvaló. És ugye lehet-e mondani egyáltalán a fenntarthatóságról, és van-e értelme beszélni róla? Itt ha megnézitek ugye az első levélben, amit kiírtam, hogy ezek a témák megjelennek, ugye, hogy szabad-e atomenergiát használni, lehet-e esetleg gátokat építeni, vagy nem szabad ugye vízlépcsőt építeni Magyarországon, akkor se, hogyha klímaváltozás van és tárolni kellene a vizet, szóval, vagy erről most már nem beszélünk többet, mert akkor bele lehet bukni, ugye, mert a politikusok ebből belebuknak, szerintem mi nem. Lehetne szabályozni a kamatot, vagy a reklámnak, lehetne értelmes határokat szabni, ugye tényleg szüksége van a versenyre a világnak, vagy együttműködésre van a szüksége, és ezt abba kéne hagyni ezt a közbeszédet, ugye. A mainstream az olyan, mint a monopólium, nem lehet, hogy korlátozni kellene, hogy mindenki elterjessze a mainstream ideológiáit, meg nézeteit a világról. Meddig terjednek a személyiség jogok, például akit meg lehet hagyni, fagyni az utcán, mert ugye neki ahhoz joga van is, és ugye a csomagolási hulladék tényleg az első számú környezeti közelenség, vagy a biomasszát el lehet égetni tűzifaként egyébként a fákat, vagy valami más kellene csinálni. De én úgy gondolom, hogy ilyen meg ehhez hasonló kérdésekre szeretném, ha végül is ez a blueprint ugye szabadon, minden konszenzus teremtés igénye nélkül, a sokféle nézetet megjelenítve ugye törekedhetne. Hát elnézést, de az idő az mindig nehezemre esett, de elmondtam, majdnem, amit akartam. Köszönöm, és meghallgatok.